Autósok százezreit bírságolhatják meg évente egy meglepő kressz szabály miatt. A közúti közlekedés szabályai nem követték le az autóipari változásokat, így sokan akaratlanul is megszegik a járdán parkolás előírásait a szabadidő autóikkal. A parkolás az autósok egyik legnagyobb mumusa. Kezdőként maga a művelet okoz sok gondot, amit később felvált, vagy kiegészít az általános parkolóhely hiány miatti bosszankodás, aztán ott vannak a parkolási szabályok is, amelyekben nem tartása sokunknak okozott már bonyodalmat. Az kétségtelen, hogy sokan nincsenek velük tisztába, különösen igaz ez a járdán történő parkolásra, ami rendesen feladja a leckét az autósok egy részének. Ismétlés a tudás anyja alapon az alapjárat.hu összeszedte az idevágó regulákat, amelyekről meglepő módon az is kiderült, hogy a nagy SUV modellekkel az aktuális szabályozás szerint eleve nem lehet járdán parkolni. A közúti közlekedés szabályait az 1975-ös évi KPMBM együttes rendelet szabályozza, ide vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi. A járdán, részben vagy teljes terjedelemben csak akkor szabad megállni, ha a. azt a jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi, B. A jármű a járda szélességének legfelé felét foglalja el. C. A járdán a gyalogosok közlekedésére legalább másfél métert szabadon hagy. És D. A jármű tengelyterhelése 1000 kg nem haladja meg. Az 1000 kg itt a tényleges tengelyterhelést jelenti, vagyis ha felállunk egy mérlegre, akkor az egy tengelyre legfeljebb ennyi terhelés mutatkozhat. Egész itt tette ki a szabályt kérdésünkre Dobrocsi Endre, a közlekedési alkalmassági és vizsgaközpont felügyeleti és módszertani igazgatója. Az említett pontok hiányossága is elégséges a szabálytalanság megállapítására, hiszen a fenti feltételek együttes fennállása esetén szabályos a járdán való parkolás. Fűzte hozzá dobra csendre. Nagyon fontos kiegészítés, hogy a járdán mozgásában korlátozott személy vagy az ötszállító jármű vezetője, a betegszállító az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a robokó és a motorkerékpár a fent említett feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállását tábla vagy útburkolati jel nem engedi meg. Szintén idevág az a szabály, hogy az úttesten tilos parkolni abban az esetben, ha a járdán ez megengedett. Tehát összegezve járdán parkolni személyautóval csak akkor szabályos, ha a jelzőtábla vagy útburkolati jelezt lehetővé teszi, a jármű nem foglal el nagyobb helyet, mint a járda fele, hagy legalább másfél méter helyet a gyalogosok számára, továbbá a tengely terhelése nem haladja meg az 1000 kg -ot. Ez utóbbi kritériumon érdemes elidőzni egy pillanatra. Amikor a szabályt megalkották, az átlagos személyautók nem, hogy tengelyenként, de legtöbbször teljes önsúlyukkal sem érték el az 1 tonnát, ma azonban ez korán sem igaz. A közepes méretű szabadidőautók már alulról karcolják a 2 tonnás súlyt, egyes nagyobb típusok bőven meg is haladják azt, ami pedig azt jelenti, hogy a tengely terhelésük nem teszi lehetővé a járdán való parkolást. Törődik ezzel bárki is, aligha. Nem azt szeretném sugalni, hogy mindenki mágiára való, aki két tonna felett nyomó szúvjával egy járdán parkol, de kétségtelen, hogy a jelen érvényben lévő előírások szerint szabálytalanságot követ el. Ráadásul a hibrid hajtáslánccal szerelt autók terjedésével, elsősorban a nehéz akkumulátorok miatt, egyre több személyautó tengelyterhelése haladja meg az előírt 1000 kg -ot. Akinek tehát nagyméretű szabadidőautója van, főleg ha az hibrid vagy tisztán elektromos, jobban teszi, ha leellenőrzi járműve önsúlyát a forgalmi engedélyben. Végezetül, ha már tudod, hogy ha másért nem is, de a súly túllépése miatt szabálytalan vagy, akkor érdemes tisztában lenni a kihágásokért szabható büntetésekkel is. Ha a fent részletezett járdán történő parkolásra vonatkozó szabályozást nem tartott be, 10.000 forinttól 20.000 forintig terjedő helyszíni bírságra számíthatsz. Ha pedig a malőr rendőrségi feljelentést von maga után, akkor a szabálysértési eljárás keretén belül ennek akár kétszeresére is emelkedhet a büntetés mértéke. A műsorszámot az ECDH támogatta.